szólt a citera. Majd helyi általános iskolások néptánca színesítette az ünnepet Mária Pócson, a várost átszelő út mellett. Ez az az útvonal, amely egészen Nyírbogáttól Kislétán át az M3-as autópályáig teljes egészében megújult a közelmúltban. Pap Bertalan Mária Pócs polgármestere arról beszélt, nagy örömükre szolgál, hogy az ideiglenes javítások után most teljesen új burkolatot kapott az aszfalt. Ez az út valamikor 1986-ban épült, mi úgy hívtuk akkor, hogy úgy hívták, hogy az Alma út. Ezen a szakaszon szállították a Szovjetunió határához az almát, és ez ilyen tótozás-fódozás volt az elmúlt több mint három évtizedben. Most volt a komplett felújítása a tavalyi évben. Ez azért nagyon fontos, mert igaz, most már a kamionok Nyírbától felé állnak, de erre nagyon sokan jártak. Erős TS volt Mária Pócson, rengeteg áruforgalommal, rengeteg almával, és utána később rengeteg kamionnal szanasz éjjel repedezett, és hál' Istennek most már felújítva. Mária Pócs nemzeti kegyhelyének köszönhetően nem csak a térség, hanem az ország egyik legjelentősebb zarándokhelyének számít. Simó Miklós, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a város az utóbbi években számos területen fejlődött, megújultak középületei, bővültek az egyházi szolgáltatások, a 49-27-es út felújítása pedig tovább élénkítheti a vallási turizmust. A várost az M3-as autópályával, és ellenkező irányba a 471-es főútvonallal köti össze, jelentősen javítja a nemzeti kegyhelyünk Mária Pócs megközelíthetőségének a biztonságát. A 14,5 kilométeren megvalósult felújítás 5 szakaszban 1,1 milliárd forint ráfordítással valósult meg a Magyar Falu Program és az úgynevezett 100 milliárd forintos kormányzati útfelújítási programból. A beruházást Lázár János építési és közlekedési miniszter jelenlétében adták át. A tárcavezető hangsúlyozta, a vidékfejlesztés kiemelt feladat ebben a kormányzati ciklusban, melyben különösen nagy jelentősége lesz a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszögnek. Hozzátette, éppen ezért kell nagy hangsúlyt fektetni az észak-kelet-magyarországi régióban a közúti és a vasúti infrastruktúra fejlesztésére. Van munkaerő, vannak emberek, akik dolgozni akarnak és tudnak, és van vállalkozói kedv is. Ezt az államnak, az országnak és a kormányzatnak infrastruktúrával ki kell szolgálnia, annak érdekében, hogy az itteni vállalkozások eredményéből egész Magyarország gyarapodhasson. Ennek jegyében vasúti és útfejlesztések következnek most néhány éven belül, néhány hónapon belül. Megkezdődik az M49-es építése egészen ki a határig, még 2023-ban. Az M3-ast ki fogjuk vinni Vásárosnaménynál, illetve Záhony irányába az országhatára, és a kormány elszánt abban, hogy Nyíregyházát és Debrecen direkt négysávos út, a négyes út négysávosításával kösse össze, valamint vannak olyan vasútvonalaink, például a 110-es vasútvonal Debrecen-Nyíregyháza és Záhony vonalon, amelynek a felújítás és megújítása elengedhetetlenül szükséges. Ez részben a teherforgalom miatt kiemelten fontos, részben pedig azért, mert a vállalatokat, gyárakat munkaerővel ki kell szolgálni, de legalább ennyire fontos, hogy az itt érő emberek könnyebben tudjanak eljutni a járási központokba, megyei nagyobb városokba, hogy igénybe vegyék a társadalmi szolgáltatásokat. Az az érdekünk és az a célunk, hogy most is a következő években megkönnyítsük az emberek mobilitását, ingázását, hogy az embereknek könnyebb legyen falun élni, és könnyebben tudjanak nagyobb városokban szolgáltatásokat igénybe venni. A várossá válásának 30. évfordulóját ünneplő Mária Pócs közelségében újabb közlekedési fejlesztés valósulhat meg. Az önkormányzat több mint 577 millió forintot nyert el arra, hogy Káros-Semjén irányában is új kerékpárút épüljön.